Így néz ki most a Győri Alpár utca. Eltűntek a kátyuk, a csak nem 150 méteres zsákutca új aszfaltburkolatot kapott. Nagy szükség volt már a felújításra, a munkálatokat a Győri útkezelő végezte el. Ez egy vékony aszfalt technológiával újult meg, ami azt jelenti, hogy egy 4-5 cm aszfalt burkolatot húztunk rá a meglévő pályaszerkezetre, annak a kiegyenlítését és a közmű fedlapoknak a színbehelyezését követően tudott ez így megtörténni. Szeles Szabolcs, a városrész önkormányzati képviselője elmondta, körzetében mintegy 90 utca tartozik, köztük régiek, rossz állapotúak is vannak, melyekkel sokáig nem történt semmi. A feladat most az, hogy a felújításokkal lépésről lépésre haladjanak. Ez egy rövid kis utca, egy zsákutca néhány lakóval, viszont nyilván jogos volt az ő igényük is, hogy ezt az utcát felújítjuk, és már készültünk rá egy ideje, de itt is lépésről lépésre haladtunk, mint egy legót gyakorlatilag raktuk össze lépésről lépésre. Először a Radnóti utcának az itt előttünk lévő szakasza újult meg néhány év ezelőtt. Itt a szervizútnak az egyik része szintén a Radnóti utca felújításával rendbe hoztuk. Most a tavasszal ennek a szervizútnak a másik fele készült el, és újult meg itt a fagyizó mögött, és alakultak ki parkolók. A régi használaton kívüli játszótehelyen szintén parkolókat építettünk. Az Alpár utca volt a LEGO utolsó eleme, ami azonban nem azt jelenti, hogy véget érne a munka a környéken. Itt a közvetlen környéken is vannak nyilván terveink, van, ahol már nagyon nagy konkrétumok fognak történni, hiszen a Köztelek utca is rendkívül rossz állapotban van, ennek is készítik elő a koporétek cseréjét, az utca burkolatnak a cseréjét, és ott egy gázközmű rekonstrukció is végrehajtásra kerül majd. Reményénk szerint ez még a nyáron megkezdődik, illetve pedig tervezünk itt a Radnóti utca Köztelek utca sarkán egy lámpás kereszteződést, ennek a tervezési szakasza indult el. A mostani beruházás költsége csak nem 13 millió forint volt.